uratod középen, középáron középen, megmondod nekem, hogy van-e olyan ország, ahol nagyon szívesen elutaznál. Holnap azt mondják, hogy bármennyi szabadságot kivehetsz, van 10 millió forintot, olyan helyre, ahol nagyon régóta várom. Izland, oké, játszódik ez a következő. De hagyom át a szót egy kollégám. Persze, gyere, Anika, gyere Balázs, nézzük, aki megjátsza Izlandot, annak kell mesélni erről a dologról. Oké, Einstein környékén. Oké, Balázskám, képzeljük el, hogy te most egy feltörekvő forgatókönyvíró vagy, aki már régóta próbálkozik, jó kis forgatókönyveket írni, de még igazából nem nagyon tör be a filmpiacra, és most eljött az idő, valami kibottak a bűnletes ötlet, amit most szeretne papírra vetni, és aztán elvinni a világ legnagyobb forgatókönyvíróinak, és megmutatni neki, hátra lesz ebből valami. Ez a történet Izlandon játszódik, van neked ebben a történetben hat színészed, van egy muzsikusod, bármit várok használhatod őket, sőt itt van a közönség, aki azért múzsacsókja a játéknak a címe, mert hogy Balázs ebben a játékban a közönséget akár múzsaként is használhatja, nekünk forgatókönyvírónak nincsen jó ötlete, hogy itt ül legalább 100 ember, akik mind múzsaként szolgálhatnak neked, tehát indul egy történet, kérünk szépen egy hideg fényt, hideg iszlamra, ahol mostanság nagyjából mínusz 5 lehet, mínusz 7, és indul a történet Balázs képzeletének beszélünk. A filmnek egyszerre kell a thriller elemét is magán viselnie, ugyanakkor pedig a road movie feelinget is. Legyen a főhősünk egy igazi, törölbece kamionsofőr, azaz izlandi fajta. Szőrös! Biztos, hogy Szonnak kell hívni valamilyen Szon. Ragnarsson, igen. Remélyük egyébként. Igen, a vaknajukul oldalában hajtja éppen a szerpentinen, kamionját. Már megint halat visz, már megint azt az undorító sózott tőkebe. Amikor egyszer csak valaki a kocsi elé ugrik. Nem ugrik, nem, már fekszik, valaki már fekszik a kocsi elé. Hát te meg mit csinálsz? Nem, ez nem ennyire primitív, profán ember. Valahogy máshogy kell. Te meg mit csinálsz így? Ez az, csak ő megfontolt, és ugyanezt lassabban szoktam mondani. Te meg mit csinálsz itt? Kezd meg, majdnem esgöttél! Hát ezt nem hiszem el. Úgyhogy ezt nem az utat? Kérdezett a bennő a Verdából. Ki ez a titokzatos ember, aki ott feküdt a kamion előtt? Hát egy musical betétet kell a filmre, ilyenkor beleindul. Minden, egy csomó minden! Egy falzett dalban mondja el főszereplőnek. Majdnem előtted lehetne a dal, hogy mi van? Mondom, várjál! Yeah.
Nézzük meg három jelenetet az életéből! Nézzük meg, megvilágítsuk, hogy mi történik.